Sziasztok, üdvözlünk mindenkit itt a Garmin bemutató termében, szokásos stúdiónkban, és ezúttal egy exkluzív vendéget szeretnék bemutatni nektek, akinek kell, de többségnek valószínűleg nem, Takács Krisztián Csipi urat. Sziasztok! Azért van itt Csipi, mert hogy ő futott közelmúltban egy maratont, futott már rengeteget, igen, nyilván meg mindenféle hosszabb hülyeségeket, és most életedben először ment be 3 óra alá, ugye? Ez volt a flash, ez a Berlin maratonon. Így van, egész pontosan Garmin szerint már van egy 2.59-es maratonom tavalyról, de a Berlin maratonnál ez 3.01-ként szerepel, ez nyilván a GPS-es mérésnek a sajátossága. Hát, hogy a Berlin maraton időmérő rendszerének. Így van, így van, így van. Így van, tehát hivatalos maratonom ez az első, ami 2.57 lett. Hát ehhez gratulálunk mindenképpen, és amikor én néztem Csipi posztját erről a maratonról, egy gyönyörű spontán kép készült az órájáról, az időeredménnyel és a brandenburgi kapuval. Nem, a Reichstaggal. Reichstaggal? Bocsánat. Igen. Elnézést. Csak valami berlini helyszín. Akkor támadt egy ötletem, amivel hát először itt a cégen belül házaltam, majd utána, amikor itt kész volt a dolog, akkor megkerestük Csipit, és így nagyjából egyöntetően mindenki boldogan bólintott rá. Úgyhogy ebbe szeretnénk most beavatni titeket. Csipinek van ugye jelen pillanatban egy Fenix 7X-e, amit használ boldogan, teljes megelégedéssel. Így van, így van, így van, így van. Már több mint egy éve egyébként. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy itt az ideje ezt az órát egy olyanra lecserélni, mert ugye Csipi rettentő hosszúakat megy, nem tudom, hányszoros körteljesítő vagy például? Hát 14-szeres, de 100 km fölötti menetem már most már lassan a 100. lesz meg. Úgyhogy bár, használom az üzemidőt. Bár a 7X is nagyon durva üzemidőkkel kecsegtet, azért van a Garminnak ugye még egy órája, ami még ennél is durvább, ez pedig az Enduro 2, amit bizonyára ismertek, itt a csatornán is található róla filmecske. És arra gondoltunk, hogy Csipi fusson inkább Enduro 2-vel, viszont adja magát a kérdés, hogy akkor mi történik a 7X-szel, mert azért kidobni nem kéne. Úgyhogy ezen agyaltunk egy picit, hogy mi legyen a 7X sorsa, és arra jutottunk, hogy árverezzük el ezt az ikonikus órát, amiben benne van Csipinek nem tudom hány elvetemült futása, és ez a bizonyos legendás először 3 óra alatt című maraton, és elkészült róla az ikonikus Facebook poszt is, úgyhogy ezt az órát el fogjuk árverezni. A Garmin Magyarország, illetve a Facebookon egész pontosan Garmin Hungary-nak hívják, ezen a Facebook oldalon külön posztként fogjátok megtalálni az árverést, de ezt majd belinkeljük mindenhol a videó környékén, tehát nem nagyon tudtok majd nem belefutni. És egyszerűen ezen az árverésen az általatok kínált összeg beírásával tudtok majd licitálni a megadott határidőig, és amikor a határidő lezárult, akkor a legmagasabb összeget ajánló kedves versenyző feladata az lesz, hogy elutalja ezt az összeget. De nem nekünk, hanem oda. Mert Csipi ugye suhangyal, suhany nagykövet, nevezhetjük így is. Suhangyal, így van. Így van. Mit is takar a suhangyalság? Picit így mesélj erről. Hát a suhany alapítvány most már jó ideje, jó sok éve fogyatékkal élő sportolók segítésével foglalkozik. Saját edzőterme van, látássérült futókat kísérünk, kerekesszékes futóknak biztosít az alapítvány jobb lehetőségeket, mint amire nélkülük lenne esélyük. És ennél a suhany alapítványnál van egy olyan lehetőség, hogy bárki suhangyal lehet, és ha suhangyalként adománygyűjtő kampányokat tud indítani, és az adománygyűjtő kampánnyal természetesen a suhangy alapítványnak a munkáját segíti. Én is suhangyal lettem egy pár éve, és a Berlin maratonok kapcsán jellemzően a Berlin maratonok kapcsán indítok ilyen adománygyűjtő kampányt, és hát nem dicsekedve, de büszkén jelenthetem ki, hogy most már lassan 4 millió forintot tudtam össze nem gyűjteni, hanem általatok összegyűjteni. És ezt az összeget szeretném most egy picit megtoldani. Így gyakorlatilag van. Azzal, hogy nem magunkhoz veszük ezt a csereórát, hanem ez képletesen a suhanynál fog landolni, illetve nem a suhanynál, hanem közületek egy szerencsés bátor licitálónál, de
Az óra az ugye csak egy tétel lesz ebben a dologban. Mi odáig gondolkodtunk, hogy cseréljünk órát és suhanyt. Csipi hozzátette a magáét. Megmutatod, hogy... Igen, arra gondoltam, hogy ha a garminosok már ennyire jó fejek voltak, hogy egy ilyen nagyon nagyvonalú felajánlást tettek, mert azért ez egy nagyon nagyvonalú felajánlás a részükről, egy ilyen nemes célra, akkor én se csak a számat tátsam az üggyel kapcsolatban, és a berlini maraton relikviáit, azt hozzácsapom ehhez a órához. Itt láthatóak. És látszik ebben, is szépen. Ebben benne van... Emeljük föl. Igen, ebben benne van az a póló, amiben futottam, amit mondjuk hazugság, mert félmeztelenül futottam, de az övtáskámban benne volt a póló, és a célban fölvettem. Benne van a Berlin Maratonnak a befutóérme és a rajtszámom. Ezekről tudni kell, hogy én betegesen gyűjtöm a futórelikviákat. Képes voltam egy teljesítménytúra szervezőjével hosszasan vesződni, hogy amit elvesztettem kitűzőt, abból kapjak egy újat. Tehát én az összes befutóérmem, rajtszámom, bármilyen relikviám nekem megvan őrizve a kezdetektől. Ez az egy, ami nem úgyhogy, úgyhogy részemről ez egy nagyon-nagyon nagy felajánlás, viszont gondolkodás nélkül dobtam be ebbe a nagyszerű ügyben. Valamint amiről Peti beszélt, fotó, azt kinyomtattam, és ez a fotó is szerepel, és az órán, a régi Fenix 7-esemen, azon nagyon jól látszanak az időeredmény, meg a táv, amit Berlinben teljesítettem. Úgyhogy ezzel szálltam én még bele ebbe a licit dologba. Hát ennyit szeretünk volna nektek elmondani, és nagyon reméljük, hogy fölkeltettük mindenki érdeklődését, mert tényleg egy nemes ügyről van szó, egy még bőven garanciális 7X-ről, tehát azért mint használati tárgy is egy értékes dolog, tehát nem igen, feltétlenül igen. Kell vitrínben elszáradni ennek az órának. Sőt, annyira nem, hogy én ezt az órát kicsit fájó szívvel is bánok meg tőle, mert kicsivel több, mint egy éve használom ezt az órát. Néhány apró kis Garmin sajátosság eltekintve teljes megelégedettséggel, sosem hagyott cserben, az üzemideje az mindig hozta, extrém körülmény hidegben is hozta azt, amire nekem szükségem van, és mára jutottam el odáig az órával, hogy már minden funkcióját ismerem, tudom, hogy mi az, amire nekem nincs szükségem, tudom, hogy mi az, amire nekem szükségem van, és a cserébe a nemes ügyön kívül azért is mentem bele, ugyanis amennyire tudom, ez az Enduro 2, ez gyakorlatilag ugyanaz az óra, mint a Felix 7X. Hát igen, tehát ha 7X-et nagy nehezen megtanultad, akkor az Enduro 2-vel. Így van, tehát az üzemideje, ami a jelentős különbség, hogy... Amit... Nem is tudok számokat, de rengeteg 100 óra plusz egyébként. Ja, meg a benne lévő lámpa egy kicsit nagyobb fényerő, mint a 7X. Tehát amikor minden fejlámpád összetört, és mindent elveszett, és ott vergődsz a hegyen, akkor... Ezzel azért egy hasznos funkció egyébként, használtam már egy ilyen vészhelyzeti lámpa, és meglepően jó vele menni, mert tényleg arra jó, hogy nem maradsz fent teljes sötétségbe a hegyen, hogyha a fejlámpád is, a telefonod is lemerült. Úgyhogy egy nagyon egyszerű funkció, de rendkívül hasznos. Úgyhogy, de a termékajánló videóból csapjunk vissza a licites videóba. Igen. Figyelek. Én figyelek. Oké. Szerintem elmondtunk mindent, semmit nem próbáltunk le, tehát azért volt ez a kis szerencsétlenkedés, elnézés, de azt hiszem, hogy mindent sikerült elmondanunk. Amit véletlenül mégsem, azt a videó vagy a megjelenő poszt környékén leírva megtaláljátok, nyugodtan kérdezhettek is minket. Én pedig a Garmin és a Suhany nevében is nagyon szeretném megköszönni Csipinek, hogy mint egy 4 másodperc rábeszélés után kötélnek át. Úgyhogy a Suhanynál minden sportolónak nagyon vidám, boldog kilométereket kívánunk, nektek pedig azt, hogy licitáljatok eredményesen erre a igazán különleges relikvia csomagra. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, várunk titeket mindenféle versenyeken, és akár itt nálunk is, ha erre jártok. Sziasztok! Sziasztok!